Jó napot kívánok! Nagyon sokan jelezték nekem itt a Facebookon, hogy szendvicskrémeket mutassak, hogyha jön hozzájuk valaki, tudjanak gyorsan valamit csinálni. Igen ám, de az is fontos, hogy egyszerű legyen, és az egy picit különleges is. Hát három ilyen krémmel készültem, az a helyzet, hogy miután ezt mi is meg fogjuk enni, ezért bemutatok hozzá egy gyökér kenyeret is. Nézzék csak, hogyan lehet nyáron villámgyors krémet csinálni. Jártam egy áruházba vásárolni, és nagyon szerettem a tormás sajtkrémet. Igen ám, de azt sosem lehet kapni, mert kiteszik és hamar elfogy. Ezért gondoltam, megcsinálom én. Hát, így készül. Itt van minden a tormás sajtkrémhez. A legfontosabb egy turmix vagy egy keverőgép. És az első mozdulatra beledobom a brinza jucugrot. A következő, hogy rendes tehén túró is megy vele. Utána egy tejszínes krémsaj. És nagyon fontos az ecetes torma. Hogy ilyen kevés torma mégis azért hatékony legyen, egy kis citromhéj megy bele. Ez felerősíti az ízét az ételnek, és ad egy nagyon jó kis illatot. Na, itt van ugye cukor, és ez pedig egy kis almaecet, és akkor már semmi más nem kell hozzá, egy kis só, vigyázzanak, mert a jutúró, ugye a brinza, az sós, és kell egy kis bors. Beleteszem a gépezetnek a keverőjét, így. El is készült a krém, és mehet is a dobozba, mert majd megy be a hűtőbe. Kimosom a gépet, és jöhet a következő. Ez a krém három összetevőből áll. Aszalt paradicsom az olajában, magozott olivabogyó és megfőtt csicseri borsó. A helyzet az, hogy abban az arányban, hogy egyrészt paradicsom, egyrészt csicseri borsó, egyrészt olivabogyó. Összeturmixolom és kész is van. Nagyon különleges, hogy minden borhoz isten ilyen passzol. Kicsit ebből egy kis kanállal rá a kenyérre, hozzá egy korty bor, nagy ünnep a hétköznapokon is. Szóval ennél egyszerűbb krém nincs a világon. Ez megfőtt csicseri borsó, magozott olivabogyó, olajban eltett aszalt paradicsom, viszont az olajával együtt. Az olaj nagyon-nagyon finom, az sosem szabad kidobni. És csak simán összetörmixolom. El is készült, gyönyörűséges. És ez a világ legfinomabb krémje. Ez is megy bele a dobozba. Ha végképp nincs kedvük vacakolni étellel, akkor fogjanak egy kis paradicsomot, egy kis bazsalikomot, készítsék el úgy, ahogy én most megmutatom, ráteszik a kenyérre vagy pirítósra, és ennyi az egész. Ez a paradicsom mérhetetlenül egyszerű. Kiveszem a magját. Amennyire lehet, ezt így átpaszírozom. Nem most csak a levélre lesz szükség. Ebbe öntök egy kis olívaolajat. Megborsozom. Adok hozzá egy kevés cukrot. Adok hozzá egy kevés sót, reszelek bele egy kis citromhéjat. Megy hozzá néhány csepp citrom. Miután ez megvan, már csak annyi a dolgom, összevágom a paradicsomot picit. Na, megy bele a tálba. És most jön a finom bazsalikom.
Ez nekem itt jó fűszál van benne. Nyilván itt nő a járda mellett. Az az igazság. Ebből jó sokat, mert üde, nagyon friss, nagyon illatos, és nagyon-nagyon finom. Arról nem beszélve, hogy a paradicsomhoz nagyon illik. Na most. Ez is megy bele. Összekeverem, és már csak annyit kell tudni, hogy ez egy alap. Ebben lehet forrázott zöld babot, megfőtt fejtett babot, friss, üdező, ropogós zöldborsót, hőközlés nélkül. Kockára vágott sajtot, amilyet szeretnek. Lehet beletenni fetát, lehet beletenni bármit. Ennyi az egész. Ez is megy a dobozba, kerül föl a kenyérre. A gyökérkenyér nagyon-nagyon egyszerű. Nem kell gyúrni, kicsi időt kell neki adni, össze kell csavarni és meg kell sütni. A legfinomabb és a legegyszerűbb szendvics alap. A lisztet bele nem tudom egy ilyen nagyobb keverőtálban, mert óvatos dohaj vagyok, ebben biztos, hogy kikeverném. Ez 3 g polévesztő. Ez mondjuk egy 3 gereszt fokhagyma, ami körülbelül 8-10 g, és itt van 15 g só. Belemegy egy 4-5 centiliter olaj, és innentől kezdve már csak 4 deci állott víz kell hozzá. Összekeverem. Ennyi. Átteszem egy kisebb edénybe, és beteszem a hűtőbe. Szépen megkelt a tészta. Nem csinálok vele semmi különöset. Kiveszem az edényből. Szórok rá egy kis lisztet, túl sokat nem, és kinyújtom, olyanek szeretném. Föltekerem. Nagyszerű, már majdnem kész. Most azért tekerek rajta egy párat, hogy a formája is meglegyen. Ennyi az egész. Beleteszem a tepsibe és hagyom 40 percet állni. Nézzék meg, gyönyörűen megkelt, klassz puha, már mozgatni sem lehet, ugye azért lett előre alálisztezve. Egész egyszerűen beteszem a sütőbe, de előtte a sütőbe beleteszek így vizet az aljába, és amikor ez benn van, mehet ez is, 210 fokon, 30-40 percig sütöm. Azért, ha mondok 30-40 percet, na attól függ, hogy milyen átmérője van a kenyérnek. Na nézzék csak tovább. Megsült a kenyér, fölszeletelem, megkerem a szendvicseket, és utána meg is esszük a barátaimmal. Gyors krémek, nyáron, ha jön valaki hirtelen, el lehet készíteni. Kenyeret, ezt érdemes így csinálni, alig semmi energia szinte. Nézzék a zsebszakácsot a YouTube csatornámat, kövessenek az Instagramon, és itt a Facebookon minden héten találkozunk. Legyenek mindig jót, élvezzék az ízeket!